Az évzárón az iskola három dolgozójától búcsúztak el. Kedves diákok, tisztelt szülők, én köszönöm szépen, hogy szót kaphatok ezen a mai tanévzáron, hiszen valóban meghatóak voltak az előző pillanatok, és én szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy polgármesterként is, de elsősorban körzetképviselőjeként megköszönjem Tóth Gáborné Erzsikének azt a munkát, amelyet végzett itt az iskolában, hiszen ahogy igazgatónő elmondta, nagyon sokrétű volt az a munka, amit ő végzett. Legtöbbször elsőnek jött az iskolába, és legtöbbször utoljára hagyta el az épületet, és volt, amikor egymást őriztük itt testénként, főleg itt a téli, sötét időszakokban. Én nagyon szépen köszönöm mindenki nevében azt a munkát, amelyet ő végzett, és tartalmas, mozgalmas, nyugdíjas éveket kívánok neki is, mint ahogy a pedagógusoknak is. Nektek pedig nagyon jó nyári szünetet! Nyugdíjba vonul Futóné Szabó Margit pedagógus, Bordásné Nagy Ildikó gyógypedagógus és Tóth Gáborné technikai dolgozó, minden gyermek nagymamája, aki nyugdíjba vonulása alkalmából és a Kiskulcsosi városrészben végzett tevékenységért emlékplakettben részesült.